A kormány apróságokat kíván változtatni az elverési rendszeren, ezzel ellenben pedig a Mi Hazánk mozgalom határozott lépéseket követel az elverési rendszer módosításával kapcsolatban. Nem helyesbítéseket és igazításokat kell változtatni a végrehajtási törvény elverésekre vonatkozó szakaszaiban, hanem olyan intézkedéseket kell megtenni, ami sikeresen felszámolná azt a velejéig korrupt, romlott üzleti rendszert, ami az adósok nyomorából élősködik már évtizedek óta, és teszik földönfutóvá magyar családokat azáltal, hogy elárverezik jóval áron alul az ingatlanjaikat. Az új törvénymódosítás viszont csak az elverési hirdetmények kitűzésének, a módját és helyszínének az elnevezését módosítaná. Mielőbb változtatni kell az irányon, és nem a felszínt kell kaparni, hanem véget vetni ennek az ingatlan maffiának. Éppen ezért a Mi Hazánk mozgalom az elverésekre vonatkozóan egy cselekvési tervet készített, amellyel kapcsolatban az igazságügyi minisztert is meg fogjuk keresni, ezen kívül a Magyar Bírósági Végrehajtói Kart és a szuperhatóságot is írásban fogjuk megkeresni az általunk megalkotott tervvel kapcsolatban, hogy véleményezze azt, illetve a továbbiakban pedig a törvénymódosító javaslatainkat pedig fogadják el. A tervünk pontjai pedig az alábbiak. Meg kell szüntetni az értéken aluli értékbecsléseket, elveréseket. Fel kell számolni a becsérték alatti elverezést, egyféle becsértéket követelünk. Ne az adó és értékbizonyítvány legyen az alapja az elveréseknek, hanem az értékbecslő állapítsa meg ezeket. Becsérték kifogásnál előlegezzék meg az adósoknak a szakértői díjat. A végrehajtó ne használhasson több éves értékbecslést, két évente kötelező legyen neki felülvizsgálni és új értékbecslést megállapítani. A folyamatos ingatlan elverési rendszert, szabályokat felül kell bírálni. A Varga-Judit idején behozott szakaszolások az elverésekre felgyorsítására alkalmas törvényt, az ingatlan elverésekre vonatkozó törvényt pedig mielőbb hatályon kívül kell helyezni. A jogos tartozást meg kell fizetni, de az adósság és behajtásnak is igazságosnak és emberségesnek kellene, hogy legyen. Nem lehet cél a mielőbbi, minél magasabb haszonszerzés a magyar emberek nyomorából, ezért meg fogjuk tenni a következő időszakban ezen intézkedéseinket, hogy végre emberséges keretekbe kerüljön az elverési rendszer Magyarországon.